Kelet-Magyarország Podcast. Életmód helyben, azonnal. Egy család életében az egyik legmegrendítőbb pillanat az, amikor két szülő eldönti, hogy a jövőben külön utakon szeretnék folytatni az életüket. Hogyan élik ezt meg a gyerekek? Erről fogunk beszélgetni a következő percekben Olá Gabriella szakpszichológussal. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a podcast meghívásunkat. Én is köszönöm a lehetőséget. Nagyon nehéz ez a téma, és elő kell készíteni tulajdonképpen már magát a közlést is, hogy hogyan közöljék a szülők a gyerekekkel, hogyha szétválnak az útjaik. Lehet-e erre valami terv, valamilyen megbeszélés? Igen, mindenképpen. És szerencsére az utóbbi években a praxisomban már egyre többször előfordul, hogy a szülők azelőtt felkeresnek és tanácsot kérnek, mielőtt még bejelentik a válástényét a gyerekeknek. Tehát, és ez azért nagyon fontos, hogy már az első pillanatoktól kezdve lehetőleg figyeljenek arra, hogy kiküszöböljék azokat a plusz terheket, amiket ilyen esetben a gyereknek még okozunk azzal, ha nem megfelelően kommunikálunk, vagy hogyha nem megfelelő viszonyt alakítunk ki a másik szülőféllel. Fontos-e az, hogy közös döntésként vigyék a szülők a gyerek elé a tényt, azt, hogy külön fognak élni, elválnak az útjaik? Igen, hát ha a lehetőség van rá, én mindig azt szoktam tanácsolni, hogy együtt üljenek le a szülők, és úgy mondják el, úgy beszélgessenek a gyerekekkel erről a témáról, mert ez már előrevetíti tulajdonképpen azt a szülői együttműködést, vagy hogy ennek a lehetőségét, ami a későbbiekben is nagyon-nagyon fontos, hiszen szülőtársként ugyanúgy a gyerek életének a főszereplői maradnak, és hogyha csak egy dolgot kellene kiemelni, hogy mire figyeljenek nagyon, akkor az, hogy ők egyáltalán kommunikációs viszonyban maradjanak egymással, és a gyerekek előtt, ha csak a minimális kommunikációra szorítkoznak is, de ezzel példát mutatva megnyugtassák a gyereket, hogy ők szülőtársként tudnak együttműködni, és fognak tudni a jövőben is. Hogyha ez nem valósul meg, akkor nagyon-nagyon sok pszichés probléma alakul ki. Általában akkor kerülnek pszichológushoz a gyerekek, amikor valamilyen tünet, vagy tanulási probléma, vagy magatartászavar jelentkezik náluk, és az, hogy elváltak a szülők, az ennek egy fontos momentuma, de azt tapasztaljuk, hogy nagyon gyakran ilyenkor vagy nincs is kapcsolat egyáltalán a két szülőfél között, vagy pedig nagyon-nagyon nagy indulatok vannak még évek múltán is, de sajnos leginkább azt látjuk, hogy egyáltalán nem kommunikálnak egymással a szülők, és mi már a következményekkel szembesülünk, hogy ezek aztán milyen kárt okoznak a gyerekeknek. Hogyha visszalépünk még az első kérdésre, akkor ugye a család életében ez az időszak nem egy csendes időszak, hanem általában érzelmi viharokkal megtűzdelt időszak. Mennyire avassa be a szülő a gyereket a saját érzelmi állapotába? Hát mindenképpen az igazságot mondjuk azzal kapcsolatban is, hogy mi történt a házasságban, anélkül, hogy nagyon a részletekbe belemennénk, illetve hogy nagyon nagy indulatokat és érzelmeket megosztanánk, de azért annyit lehet mondani, hogy anya szomorú, vagy anya dühös, vagy anya megbántva érzi magát, vagy apa is ugyanígy, vagy apának is nagyon hiányoztok, tehát lehet érzéseket megfogalmazni, de azért azt el kell kerülni, hogy egyrészt az egyedül maradó szülőfél azt a gyermekre terhelje aztán minden érzelmét, és a gyereket úgymond lelki szemetes ládának használja, vagy tehát arra kell törekedni, hogy inkább valaki felnőttel ossza meg a nagyobb érzelmi terheket, de azért egy-két érzést meg lehet fogalmazni, és a másik dolog, amire még nagyon oda kell figyelni, hogy a másik félről ne beszéljünk nagyon nagy indulatokkal. Bizonyos életkorig még dolgokat el lehet rejteni, el lehet mismásolni, de vannak olyan gyerekek, akik évekig nyomasztó közegben nőnek föl, tehát látják, ahogy az anyjuk, az apjuk vitatkozik, esetleg még bántalmazásnak is szemtanúi. Ebben az esetben még nehezebb feldolgozni akár a külön utat is.
Ez így van, de igazából a feldolgozásban az segít, hogyha mind a két szülővel kapcsolatba tudnak maradni. Megvannak ennek a módjai, lehetőségei, és az egy általában ugye, hogyha a mai joggyakorlatot nézzük, akkor az édesanyák maradnak a gyerekekkel tartósan, akkor itt nagyon-nagyon nagy hangsúlyt érdemes fektetni az édesapával való rendszeres kapcsolattartásra, amit nagyon gyakran azért nem segítenek elő, vagy egy picit még azt is mondhatjuk, hogy hátráltatnak a szülők, mert a saját indulataikat nagyon nehezen tudják félretenni, és a volt házastárs felé, és ezeket nagyon gyakran kendőzetlenül, vagy szűrés nélkül a gyerekek előtt is mondják, ezáltal egy nagyon negatív képet festenek a gyermek másik szülőjéről, és ez a gyereknek nagyon fájdalmas. Tehát igazából itt a legnagyobb tragédia, vagy a legnagyobb nehézség, amit fel kell dolgozni a gyereknek, az, hogyha úgy érzi, hogy választani kell a két szülő között, vagy neki kell igazságot tenni, vagy ezáltal valamelyik szülőnek a pártjára kell állnia. Ez egy olyan nagy lelki teher a gyereknek, amit nagyon nehéz feldolgozni, mivel ő mind a két szülőt szereti, még akkor is, hogyha az egyik a másiknak megbántotta, vagy fájdalmat okozott, vagy ki tudja, mi az a nagyon rossz dolog, amit az egyik szülő a másikról mond. Neki ez nagyon fáj, és ezt hívjuk úgy, hogy lojalitás konfliktus, és ez egy nagyon megterhelő érzelmi helyzet a gyerek számára, amikor úgy érzi, hogy ő az egyik szülőt nem szeretheti őszintén szívből, mert annak a másik nem örül. Fontos-e az, hogy időben beavassák a környezetet is arról, hogy válnak? Gondolok itt nagyszülőkre, családtagokra, akik ugyanúgy tudnak segíteni a gyereknek ebben az egész helyzetben, illetve a lelki hátterét fel tudják dolgozni közösen, a válás lelki hátterére gondolok természetesen. Igen, itt a rokonság bevonása is hasznos lehet, egy kicsit egy kívülálló, egy érzelmileg nem annyira nehéz helyzetben lévő rokon is tud segíteni, és azért én még tovább is mennék, tehát nem csak a rokonok, nagyszülők, hanem akár az óvodaiskola bevonása is szükséges, tehát érdemes jelezni óvónőnek, osztályfőnöknek, hogy a gyerek most mind megy keresztül, milyen nehéz élethelyzeten, ők is tudnak rá jobban figyelni, vagy megértőbbek, hogyha esetleg valamilyen tünet jelentkezik. Ugye említettem, hogy ez iskolásoknál nagyon gyakran teljesítményromlással jár, figyelemkoncentrációs nehézségekkel, magatartási problémákkal, vagy adott esetben bármilyen testi panaszokkal. Úgyhogy mindenképpen, és semmiképpen ne terheljük a gyereket azzal, hogy titokként kezeljük ezt a helyzetet, mert az még egy plusz lelki teher neki ebben az időszakban. Ha egy kicsit még visszatérhetek oda, hogy hogyan közöljük a gyerekekkel, vagy mit mondjunk, akkor talán még azt emelném ki, hogy nagyon fontos, és nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy hangozzék el az a mondat, hogy ez nem a gyerek hibája. Mert bár erre nem mindig gondol a szülő, de a gyerekek úgy gondolkodnak, hogy a szüleik azok mindenhatóak, és nagyon hisznek bennük, és hogyha ők valamit nem jól csinálnak, akkor inkább hajlamosak magukat hibáztatni, mint hogy a szüleiket. És ez a bűntudat, önvádlás, meg hát biztos voltak olyan helyzetek, amikor a gyerek akár iskolai teljesítmény, akár magatartása miatt indult el egy vita a szülők között, és a gyerek azt gondolhatja, hogy miatta válnak el. Ha ő jó gyerek lett volna, vagy jobban tanult volna, akkor lehet, hogy együtt maradnak. Tehát ugye a gyermeki fantázia az ilyenkor is elindul, úgyhogy ezt a terhet mindenképpen érdemes levenni a gyerekekről, és ezt nagyon sokszor hangsúlyozni. Most inkább a kisebbekről beszélgetünk, de különbséget kell tenni a között, hogy hogyan közöljük a válást egy 3 évessel, egy 5 évessel, egy 11 évessel és egy 16 évessel akár. Vannak azonos vonások, de nyilvánvalóan különbözőképpen kell velük beszélni. Igen, hát a kisebbeknél mindenképpen az ő életkori szintjüknek megfelelően keveset tényszerű dolgokat mondani. Apa el fog költözni, apa egy
adott esetben egy másik nénivel szeretne élni, anya és apa már nem úgy szeretik egymást, mint férj és feleség, de neked mindig a szüleid maradunk. Tehát itt meg nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy bár ők, mint férj és feleség, vagy házaspár megszűnnek, de szülőként mind a ketten ugyanúgy fogják őt szeretni. És a kisgyerekek akkor ilyen praktikus kérdéseket szoktak feltenni, hogy de akkor majd ő hol fog lakni, meg kivel fog lakni, meg lesz-e ott külön szobája, meg hogy lesz az majd berendezve, és akkor általában azt szoktuk tanácsolni, hogy annyit mondjanak a szülők, amennyit a gyerek kérdez. Tehát ez minél kisebbekre vonatkozik. A kamaszokkal meg igazából... Hát legyen egy olyan bizalmi légkör, hogy meg lehessen beszélni. Itt inkább az a veszélye egy nagyobb életkorú gyereknél, hogy túl sok mindenbe bevonják a szülők a gyerekeket, túl sok információval terhelik meg, és ebben nagyon sok adott esetben az indulat, és a gyerek megint ettől megterhelve érzi magát, ami nem az ő életkorának megfelelő tudás esetleg. No, de már a nagyobbak eleve belelátnak, tehát jobban belelátnak egy családi vitába, jobban értelmezni tudják, látják a hátterét, úgyhogy ez egyfajta evidencia is, hogy ők többet tudnak. Adott esetben a konfliktusról is. Igen, de ettől függetlenül a kamaszok meg nem biztos, hogy ezt a szüleikkel szeretnék megbeszélni, úgyhogy még ha visszatérünk arra, hogy kivel oszthatjuk meg, akkor ott meg még az is fontos lehet, hogy mondjuk a kamasz, ugye ha ez nem titok, hogy a szülők válnak, akkor a kortársaival is akár meg tudja ezt beszélni, és nagyon gyakran támogatásra talál, hiszen osztálytársak szüleivel is gyakran történt már ilyen, és akkor ők néha így jobban tudnak egymásnak segíteni, mint maguk. Sőt, mi több a pedagógusok is beszámolnak erről, hogy vannak olyan osztályfőnöki órák, ahol kifejezetten erről beszélgetnek, egy irányított beszélgetésről van szó, és nyilvánvalóan a diszkrét dolgokat becsomagolva, vagy elrejtve a többiek elől, de a saját érzéseiket megoszthatják a gyerekek, és ez segít nekik nagyon sok esetben. Tehát ez a megoldás is egy út tulajdonképpen. Igen, vagy hogyha valaki külső semleges szemét keresnek, mert... Ugye egy idő után még az okoz nehézséget, akár kicsi gyerekről, akár iskoláskorúról, akár kamaszról van szó, hogy állandóan meg kell gondolnia, hogy ki előtt mit mond, mert nem akar senkit megbántani, nem akar kellemetlen helyzetbe hozni. Apáiknál nem lehet beszélni arról, hogy anyáiknál mi történik, és fordítva, és ennek az szokott a következménye lenni, hogy végül senkivel nem beszélnek, és semmiről nem beszélnek, hanem eléggé bezárkóznak, és ezzel elkerülik azt a nehézséget, hogy valahol elszólják magukat, vagy kellemetlen helyzetbe hozzák a másik szülőt. A gyerekek körül megváltozik minden egy válás után. Mikor jön el annak az ideje, hogy maga a válás, maga a tény az, hogy két külön család, de mégis egy, lehet ezt mondani, és nyugvó pontra jut a gyerek, elfogadja, hogy a szülei elválnak, vagy elváltak már múlt időben? Hát ez nagyon sok minden tényezőtől függ, hogyha jól csinálják a szülők, vagy hát ilyen tudatosan válnak, inkább azt mondanám, a tudatosságot emelném ki, hogy igyekeznek odafigyelni ezekre a veszélyeztető dolgokra, hogy mit lehet hogyan elkerülni, akkor is egy év az biztosan szükséges, hiszen ez egyfajta gyászreakció, egyfajta vesztességélmény, amit fel kell a gyereknek dolgozni, arra úgy időben azt szoktuk mondani, hogy az legalább egy év, de hogyha a válás nagyon elhúzódik, és nagyon-nagyon problematikus, akár több is lehet, de ez a minimumként ezzel érdemes számolni. És az sem mindegy, hogy mikor lép be a képbe egy másik pót, anyuka, apuka, és az a bizonyos mozaik család hogyan áll össze, de erről már egy következő adásban fogunk beszélgetni. Olá Gabriella, szakpszichológust hallották, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kelet-Magyarország Podcast. Életmód helyben, azonnal.